2012-től működik ez az egyesület. 12-től a mai napig 45 vállalkozó, magyar vállalkozó járt keresztül az egyesületen, mert egyik egy évet, más két évet, szóval nem állandó tagok voltak. Az egyesület azért jött létre, hogy a magyar vállalkozók ismerjék meg egymást, és amiben lehet segítség és információkat tudjunk adni mindenkinek. Külföldön, Kárpátaljáról, Magyarországról, különböző szövetségekkel voltunk kapcsolatban. Volt itt Bányán többször ilyen előadások, meg Magyarországról is jöttek, 42-en tag vett részt, pályázatok, tárgyalások voltak Kolozsváról, jöttek, és még nyertek is pályázatot, többek között a itt lévő főnök ennek az is nyert egy pályázatot a Mavászon keresztül. Minden évben kétszer van nagyobb találkozó, ahol meg vannak hívva különböző személyek, előadásokat tartanak, és utána van egy kis szeretett vendégség. Igen. És minden hónap első kedjén összegyűl a tagság, és ügyes bajos dolgait elmondják, és ki mit tud segíteni, segít. Ma van közgyűlés az évi tevékenységünk 5 órakor. Na, egyszer apjuk úr is volt tavaly, hogy ismerje meg az egyesületet, és tartott egy kis beszámolót a tevékenységet. Aki valamit akar kérdezni, nagyon szívesen, most, hogy itt használjam fel, hogy itt vagyok, mindenkit, aki vállalkozni akar, nagy szívesen látjuk szeretettel az egyesületben. Ha valamit óhat tudni, többet. Jó, hát akkor én köszönöm szépen, egyrészt megtisztelő, hogy szenteltek egy fél órát vagy 40 percet az idejükből erre a találkozóra. Köszönöm szépen, hogy ezt megtették, pláne, hogy akkor nem igazán jön jól, hogyha délután van a közgyűlés, úgyhogy érzem, hogy ez lehet, hogy nem a legmegfelelőbb pillanat. Viszont azt tudni kell, hogy hát a kampányidőben nem én vagyok a saját programomnak az ura, hanem itten összeáll egy ilyen általános program. Mi a jelöltek járjuk Erdély országot, igyekezünk minél több erdélyi magyarral találkozni, és a dolgunk az, hogy a választásokról beszéljünk, illetve nem csak a választásokról, hanem az egyáltalán az Európai Uniós helyzetről és a lehetőségekről. Úgyhogy ilyen szempontból kevés mozgás időm vagy mozgás lehetőségem van, hogy mindig valamikor valamelyik település, lehet, hogy pont másnap kellett volna, vagy pont aznap délután kellett volna ott lenni, de ezt nem tudom megszabni. Köszönöm szépen tehát, hogy eljöttek, igyekezek egy pár gondolatot megfogalmazni, és utána nyilván, hogyha úgy gondolják, akkor beszélgessünk, vagy az önök érdeklődési pontjait szívesen hallgatom. Mi a választásokra nem most készülünk fel, és ez a kampány ez nem is a választási előkészületünk, hanem ezt megkezdtük már nagyon régóta az LMDSZ-ben. Tavaly szeptembertől volt egy olyan előkészítő időszak, amikor próbáltuk megfogalmazni azt, hogy melyek a legfontosabb dolgok, melyek az égető problémák, miben van kompetencia Brüsszelnek, és miben nincs, mert önök nagyon jól tudják és értik azt, hogyha, mit tudom én, a pénzügyi törvénykönyvvel kapcsolatban van egy probléma, az biztos, hogy nem Brüsszelben oldjuk meg, hanem azt Bukarestben kell megoldani. Hogyha a helyi adókkal vagy a taxi engedélyekkel van egy gond, akkor az biztos, hogy Bányán kell megoldani, és nem Kolozsváron, de hogyha a
regionális fejlesztési menedzsment autoritással kell valamit megoldani, akkor az pedig talán Kolozsváron kell elvégezni, itt ugye Kolozsvár a központ, tehát minden dolgot a saját helyén kell kezelni. Ugyanakkor így, ahogy hárman önök előtt ülünk most, ez egy elég szemléltető felállás, hiszen ez az LMDSZ-nek a teendője, és pedig, hogy akkor minden szinten a képviseletet elvégezzük, lehetőleg minél hatékonyabban, lehetőleg minél jobban, úgyhogy akkor, hogyha a helyi szintről beszélünk, akkor az a város jelenti, a megyét jelenti, akkor itt van az alpolgármester asszony, akinek nyilván, hogy beleszólása van, vagy beleszólást igyekszik kialakítani a városnak a dolgaira. Persze, hogyha 12 lett, nem tudom, hányan vagytok a tanácsban? 23-an. Na, ha lenne 12 LMDSZ képviselő, akkor egész biztos, hogy akkor ők keresnének, most fogalmazok így, ők keresnének meg minket, hogy megkérdezik, hogy mit szóltok ehhez a javaslathoz, nem-e tudnátok támogatni. Így kettővel, jól mondom. De nagyjából ugyanaz a helyzet, most én ezeket a dolgokat értem, mert én Hajdahunyadon születtem, onnan jövök, én Hunyad megyei LMDSZ elnök vagyok, nagyon hosszú ideje, tehát a szorvány vagy a kisebbségi lét az nekem nagyon ismerős, és lényegében ugyanolyan arányban vagyunk jelen Bukarestben, a parlamentben is, mint amilyen arányban itt Nagybányán, mert ott is ugye 6%, 6,5% az LMDSZ frakció. És nyilván, hogy mi Brüsszelben is kettő vagy három epik, és Lászlóval és Sogor Csabával utána most ketten vagyunk Csabával. Én azt remélem, hogy hárman lehetünk, ez mindannyiunkon múlik május 26-án, hogy akarom vagy nem akarom, ezt így fogalmazok ennyire egyszerűen. Lehetünk tehát hárman is, de akár ketten, akár hárman, ott sem fogunk 751 képviselőből mi dönteni. Tehát ugyanaz a helyzet. Viszont ami lényeges és ami fontos az, hogy az LMDSZ, amely dupla szerepet kell eljátszolni, mert mi vagyunk a közösségnek a közképviselete, és gondolom, hogy ezt teljes mellszélességgel állíthatom, 30 évig végezzük ezt a munkát, de mi vagyunk a közösségnek a politikai képviselete is. Nem az egyedüli, ezt megadom, összefogással a magyar polgári pártnak a vezetőségével és a polgári párttal, a polgármesterekkel most össze vagyunk, összefogás létezik, az, ami lényegében 2014-ben alakult meg, utána 2016-ban nekik, a kollégáinknak meghozta a parlamenti képviselet lehetőségét, ő két képviselője van a magyar polgári pártnak a bukaresti parlamentben, Norbertnek a kollégái, és ők támogatnak bennünket abban az igyekezetünkben, hogy egy erős parlamenti, európai parlamenti képviseletet tudjunk létrehozni. Brüsszelben a gazdasági kihívások és a gazdasági lehetőségek otthon vannak, illetve a mi dolgunk az, hogy hazahozzuk ezeket, akkor is, amikor információt hozunk haza, én számtalan konferencián, ahova meghívtak, igyekeztem eljutni, olyan konferenciákra, tárgyalásokra, ahol az Európai Uniós pályázatokról, az Európai Uniós lehetőségekről beszélünk, és akkor erről mondanék két szót, öt témám van, de igyekszem nagyon összesülítve mondani őket. Az első, 2021-ben kezdődik a következő 7 éves költségvetés, az Európai Unió 7 éves költségvetése, amely 27-ig fog tartani. Ezt a költségvetést most vitatjuk meg, illetve az úgynevezett első olvasat azt befejeződött az Európai Parlamentben. A költségvetésről három intézmény dönt együtt, a tanács, a parlament és a bizottság, a tanácsban a miniszterelnökök vannak, a parlament ugye most nyilván, hogy nem dolgozik szünetel, mert kampány van, és akkor, hogyha azt mondom, hogy a döntése az államfőknek tavaly decemberben az volt, hogy a költségvetést idén decemberben fogják elfogadni, akkor teljesen világos ebben a képletben, hogy ki fog dönteni a költségvetésről, azok, akiket május 26-án megválasztunk. Júniusban a parlamenti mandátum véget ér, az újak átveszik a mandátumunkat, és júliusban már beindul az új Európai Bizottságról szóló vita. Legkésőbb szeptemberben ezt a vitát el kell dönteni, ez nem annyira a parlamentnek a vitája, mint az állam és kormányfőknek a vitája, mert ők egymás közt fogják összerakni ezt a mozaikot, de az, hogy ki hogyan rakja össze a mozaik kockáját, hogy ki mit jelent azon a politikai térképen, az 26-án derül ki. Hogyha a néppártnak sok szavazata lesz, vagy hogyha Macron mozgalmának lesz sok szavazata, vagy hogyha itt mindenféle kommunisták, újbaloldaliak, marxisták, Linke, Németországban, stb. Portugáliában, mindenféle van minden. Tehát az, hogy hogy áll össze ez a kép, az itt fog eldőlni a választásokat. Egy baj van ezzel a történettel, és pedig a Brexit.
A Brexit, hogyha megtörténik, most megint ez külön előadás témája, nem mélyülök bele, önök minden bizonnal követték. A Brexit, hogyha megtörténik, ez azt jelenti, hogy mínusz 12-13 milliárd euró évente. Évente. Ezt egyesek rajtunk akarják megspórolni, vagyis kelet, közép és kelet Európán. Milyen szempontból mondom ezt? Az Európai Uniós költségvetésének, ugye képzeljük el a tartácskát, ugye három szeletre, majdnem egyformák ezek a szeletek, egyharmad közös agrárpolitika, egyharmad regionális fejlesztés, és egyharmad az összes többi. Versenyképesség, migráció, hadsereg, az intézmények működése, és minden egyéb, ami ide be kell férjen. Tehát az a kétharmad együtt, a közös agrárpolitika és a kohézió, az tulajdonképpen az, ami bennünket a legjobban érdekel. Területalapú kifizetések, versenyképesség növelése, regionális alap, önkormányzatoknak, infrastruktúrális fejlesztés, kórház, templom, út, iskola, kanál is, nevezzék meg önök, minden, ami benne van, az tulajdonképpen a mi legfontosabb érdekeltségünk. Megkérdezném, mezőgazdasággal foglalkozik valaki? Mert hogyha nem, akkor alól nem fogok beszélni, így is egy kicsi időt nyerünk. Tudniillik a közös agrárpolitika, mondom, hogy az egy egyharmada ennek az egész történetnek, és ott fontos újdonságok lesznek, érdekes, át lesz faragva. Egy mondatban az Európai Parlamentben ehhez a mezőgazdasági dossziéhez 7000 módosító indítvány lett benyújtva. 7000. Fele pro, fele kontra. Levágjuk, nem vágjuk el, csökkentjük, növeljük, mit csinálunk vele. Az újdonságok, amelyek lesznek, azok lehet, hogy nekünk kedveznek, de az is lehet, hogy nekünk nem olyan jók, tekintettel arra, hogy ezt úgy lehet csak megoldani, ezt a 7000 módosító indítványt, és az államoknak az éles egymásnak feszülését, hogy azt mondja az Európai Bizottság, oké, megértettem, több döntést küldünk le a tagállami hatáskörbe. Bizottság megmondja, hogy melyek a prioritások, a tagállamok döntsék el, hogy milyen programokkal fogják a prioritásokat megvalósítani. Na most ez azt jelenti, hogy több döntés került Bukarestbe, és egy pár döntés lekerül Brüsszelből Bukarestbe. Kérdés, mi lesz jó nekünk vajon? Jobb Bukarest vagy jobb Brüsszel? És akkor nem válaszolok erre a kérdésre, akkor ezt hagyjuk ennyibe. Közös regionális fejlesztés. A regionális fejlesztés gondolom, hogy az a része, amely mindenkit érdekel, mert nyilván, hogy ebből egyrészt infrastruktúrális fejlesztés, másrészt pedig olyan programok, amelyben talán önök részt vesznek, nem ismerem pontosan a profiljukat. 2020-ban, tehát jövőre lesz az országos fejlesztési tervnek a vitája, és akkor érdekes lesz, hogy akár közvetlenül a szervezeten keresztül, hogyha erre van infrastruktúra, vagy van alkalmazott, vagy lehetőség, ha nem, akkor a tanácsadó irodákon keresztül már jó időben értesülni a dolgokról, hiszen már 2020-ban vita lesz Bukarestben és a regionális fejlesztési ügynökségekben arról, hogy hogyan tovább. Nem tudom, energia, mi érdekel, kit, ami érdekel, viszont nyilván, hogy akkor, hogyha már a kezdeti fázisban önök információt szereznek arról, hogy mi várható, akkor föl lehet készülni az uniós pályázatokra. Nem akarok úgy beszélni az uniós lehetőségekről és uniós pályázatokról, hogy, mert mondták még nekem sokszor, amikor így belemélyülök egy kicsit ebbe a témába, és akkor valaki úgy a teremben felszokott állni, a képviselő úr, magát azért fizetik, hogy dicsérje az Európai Uniót, hát azért kapnak olyan jó fizetést, meg egyebet, de hát jöjjön ide, és nézze meg, hogy hogy néz ki valóságban a helyzet, és én tudni vélem, hogy néz ki a helyzet valóságban, és tudni vélem azt, hogy a legkomolyabb probléma az a bürokrácia. Valójában nekem Aradon olyan vállalkozó, mert aki 1000 hektáron gazdálkodik, az már nem gazda, az mezőgazdasági vállalkozó. Nekem olyan vállalkozó, aki 1000 hektáron gazdálkodik, ugyanazt mondta, mint a Székelyföldön fennvoltunk, Koron községben van egy ilyen falu, Agyha, ez fent van a hegy tetején, ott volt egy bácsi, 30 ária van, és nem tudom, talán nem is tudom, hogyha 4 vagy 5 tehene, és azt mondja nekem a képviselő úr, valamit csináljanak ezekkel a papírokkal, mert azt mondja, nem bírjuk már, nem lehet, van, aki már azért nem csinálja, mert annyi papír és annyi érzés, és akkor ugye elmondják nekem a klasszikus történetet, hogy miért kell a székelyföldi gazda 70 oldalt kitöltsön, amikor egy platót akar vásárolni európai pénzből, és közben hogy tudja, hogy a sógorának a barátja, aki Franciaországban van, hogy ottan csak 4 oldalt papírt kell kitölteni.
És akkor erről szeretnék két szót mondani, a bürokráciáról és arról a tévhitről, én most megint nem védem Brüsszel, tehát nem védem Brüsszel, hanem csak el szeretném mondani, hogy az az örökös történet, amit elmondanak a tisztviselők, akik irodában dolgoznak itt a regionális fejlesztési ügynökségnél, hogy úgy kéri Brüsszel, egészen fel a miniszterig, aki azt is lovánaplunk minden tévés műsorában azt mondja, hogy azért kell ezt vagy azt vagy amaz bevezeti, hogy úgy kéri Brüsszel, ez egészen egyszerűen nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Brüsszel nem Brüsszel. Most ugye most ilyen egyszerűsített módon beszélek, hogy Brüsszel. Hát olyan nincs, hogy Brüsszel, nyilván az európai intézmények. Senki nem őrült, hogy olyan szabályt csináljon Brüsszelben, hogy a polgármester, hogyha van egy 280 oldalas dokumentáció, amit le kell adni egy regionális fejlesztési ügynökséghez, hogy akkor annak minden oldalára kérjen aláírást a polgármestertől. Nem tudom, hogyha tetszik tudni azt, hogy de biztos, hogy tudják, mert lehet, hogy nemzetközi ügyleteik is vannak. Egy ország még van az Európai Unióban, ahol kérik a pecsétet. Én azt többé viccelve vagy nem viccelve, de én javasoltam, hogy kellene a Victoria téren egy pecsétnek, egy szobrot állítani, egy nagy-nagy, olyan legalább 8 méteres legyen, egy pecsétet tegyünk oda, hogy a kedves miniszter urak azok, mikor kineznek az ablakon, akkor lássák a pecsét szobrát. És nyilvánvaló, hogy amit én most mondok, az önkritika is. Én is voltam miniszter, én is voltam kormánytag, én is harcoltam ezzel a bulival, és nem tudtam, legalábbis nem tudtunk tartós eredményt elérni. Amíg ott voltunk, addig valamit még sikerült tenni, miután elmentünk, a dolog visszarendeződött. És mi a legfontosabb, mi kapcsolódik ehhez a bürokrácia történethez? Nyilván, hogy a centralizáció. És akkor ezzel elmondtam mindent, a román állam, a francia állam modelljére egy ultra központosított állam, mindent Bukarestben kell tartani, minden döntés Bukarestben szeretnénk meghozni, mert minden ilyen döntés hatalommal jár, a hatalom pedig pénzzel jár, és akkor így bezárult a kör. Tehát amit tenni kell, és erre elképzelésünk van, és lehetőségeink is vannak, most például ebben az agrárpolitikai vitában egy olyan módosított sikerült átvinni a parlamentben, amely a következőt mondja. Hogyha egy bizonyos programhoz, ez igaz, hogy a mezőgazdaságra hivatkozik, de ezt tovább lehet fejleszteni. Hogyha egy bizonyos programnak Brüsszelben az illetékes hatóság megállapít mondjuk 3 feltételt, ez a kondicionalitás a feltételek, akkor legyen tilos a tagállamok intézményeinek, hogy további feltételt tegyenek a Brüsszelben megállapított feltételek mellé. Ez egy lépés. Nem tudom, hogyha ez megmarad, így marad, nem marad, így mondom, hogy decemberben lesz a döntés, de a helyzet az, hogy egyszerűen nem is értik a másikok, hogy mi a mi problémánk, mert amikor én elkezdem mondani, hogy micsoda, hogy kell egy engedély, aminek a megszerzéséhez kell egy avíz, aminek a megszerzéséhez kell 3 adeverinca, amit úgy tudsz megszerezni, hogy idejében beiratkozol, és mit tudom, tehát egyszerűen nem hiszik el, nagyon komolyan mondom önöknek, tehát van, nem hiszi el, hogy azt mondja, de ez csak nem lehet így, hát mondom, de csak nem fogok hazudni neked, mert nincs semmi érdekem, hogy én a saját helyzetemről egy túl fekete képet fessek, azt mondom, ami van. És a másik oldal a bürokráciával való harccal az nyilván az, hogy a helyi szintről is kellene egy olyan nyomás, egy olyan társadalmi nyomás, amely nem létezik. Akkor, amikor a 114-essel egy teljes gazdasági rendszert felborítasz a feje tetejére, itt a decemberi sürgősségi kormányrendre gondolok, amely minimálbér megszabásával mindenkit befolyásol. A bankrendszer, ez a roboros történet, most önök nyilván értik azt, hogy akkor, amikor egy fiskális intézkedést, egy monetáris feltételhez kötök, akkor azt jelenti, hogy nem voltam iskolába. Tehát Völkov úr, tehát vagy voltam iskolában, és nem értettem semmit, vagy nem voltam iskolában, mert abban az iskolában, ahol ezt tanítják, ott megtanítják azt, hogy ez a kettő nem összeköthető, tehát nem tudok a loborral játszani, mert az jól, hogy az aranyat hazahozzák, hozzák haza, az se nem rossz, se nem jó, az egy választási stika. De az, hogy pénz, monetáris és fiskális adóügyi dolgot összekötök egymással, az egy, annak a bizonyítéka, hogy bizonyítványon nem jártam iskolába. Energia területen ugyanaz borítja fel, bank területen ugyanaz borítja fel. És akkor jön, hát bocsánat, de akkor ez hogy van ez az ország? Hát nincsen egy olyan dolog, hogy azért az üzleti szférának egy átláthatóság kell, kiszámíthatóság kell, nem minden héten változtassuk a törvényeket.
Na, tehát ez és még egyszer, anélkül, hogy Brüsszelt védje, csak annyit akarok mondani, hogy sajnos ez az a lejárató, vagy az önigazoló történet, hogy hát nyilván az a legkönnyebb lépés azt mondani, hogy nem én, hát ha tőlem függene, akkor minden bizonnyal, hogy ez nem tört, de Brüsszel kéri. És Brüsszel persze soha nincs ott, hogy azt mondja, hogy ha nem én kértem, hanem ti kértétek. És akkor az utolsó gondolatom, ami úgy azért itt azt hiszem, hogy látszik is ebben a teremben, ahogy itt ülnek a tisztelt meghívottak, vagy én vagyok a meghívott, a tisztelt házigazdán, hogy van egy nagyon bonyolult történet most Erdélyben, ami a mi társadalmunkat illeti, és ez a vállalkozói szférában a generációváltás. Ami egy nagyon érdekes, egy végtelenül nagy kihívás, hogy mi történik akkor, amikor átadom, nem adom át, elkezdtem vállalkozni 90-ben, 30 éves voltam, akkor most 60 éves vagyok, van a következő, hogyan kell csinálni, vannak-e menedzsment képességek, voltunk-e, tudunk-e, bírjuk-e, azt kell csinálni, nem azt kell csinálni, nem, tehát ez az egész nagyon bonyolult bog. És akkor ebben a történetben az Európai Unió viszont nagyon hatékonyan tud segíteni, mert nagyon sok program van, most nem fogom neked felsorolni se, kezdve egy olyan dolog, amin én személyesen dolgoztam, ez a fiatal vállalkozókhoz szóló Erasmus. Tehát, hogy 6 hónapra ki tudsz menni egy európai országba, van egy ilyen párosító weboldal, egy ilyen szájt, ahova beírod, hogy mi az üzleti terved, vagy ha mentor akarsz lenni, akkor beírod, hogy mi a tevékenységi területed, kimész 6 hónapot Ausztriába, Németországba, akárhova, ennek a bizottság megfizeti az utazási költségét, a szállásköltséget, és ott lehetsz 6 hónapot, hogy tanulsz egy, most azt mondják ugye, hogy a mesterséget, a szakmát, azt lopni szokás, azt nem lehet megvenni, hanem azt el kell lopjad valahonnan, vagy át kell vegyed. De ez csak egy nagyon egyszerű példa, ezt azért mondom, mert én dolgoztam rajta, és nekem nagyon fontosnak tűnt az, hogy mi is meglássuk, hogy mi van a nagyvilágban, és akkor ehhez méltó szinten tudjunk mi is működni. De sok más program van, ilyen mobilitás program, meg mindenféle egyéb, amivel fölkészíthetjük arra a mi, nem tudom mi. Az erdélyi magyar vállalkozók azért tudják, hogy hol kell fel a nap Európában. Most ugye mesterséges intelligenciáról beszélünk, tudásalapú társadalomról, a kommunikációs, információs társadalomról, robotokról, meg minden egyébről, és akkor ebben az új világban nyilván, hogy ez az a világ, amelyben az én fiam most fog érettségizni jövő hónapban, ha sikerül neki, akkor elmegy ő is, szaporítja majd a kolozsvári diákoknak a sorát, de egészen biztos az, hogy az a világ, amelyben ő fog élni, az nagyon más lesz, mint az a világ, amelyben mi most élünk, hogyha vállalkozásra gondolunk, vagy bármi másra. Megállok itt, beszélgessünk, nagy változások előtt áll el az Európai Unió, és sok szempontból, ahogy próbáltam felvezetni, az, hogy hogyan tovább, az most május 26-án fog eldőlni, mert nyilván, hogy az első az a politikai irány. Hogyha itt az ilyen makronizmus győz, aki nagyon szépen beszél, jól mondja, liberté, égalité, fraternité, minden nagyon szép, csak hogy ő éppen egy ilyen kétsebességes Európát képzel el, amelyikben vannak egyesek és amelyikben vannak kettesek. Most otthon a francia kollégák azzal kampányolnak, a politikusok, hogy sikerült 6 hónapos vita után ezt a szállítmányozási határozatot az Európai Parlamentben sikerült elfogadtatni. Hál' Istennek ez csak az első olvasat, nem tudom, hogyha valaki foglalkozik európai szállítással, többek között arról szól, hogy akkor elindul a tirkocsi Nagybányáról, Magyarországon magyarországi minimálbért kell fizetni 8 órára, utána Németországban németországi minimálbért 16 órára, utána Franciaországban francia minimálbért másfél napra, és hogyha kabotás, akkor itt ennyi, tehát így. Tehát fölé lett a protekcionizmus az Európai Unióban, és minden arról szól, hogyha lehet, akkor a mi oldunkra rákopintani, viszont mi, amikor azt mondjuk, hogy bocsánat, hogy van a szupermarketben, hogy akkor hol vannak a székely termékek, vagy hol vannak a belföldi termékek, akkor hát az Unió nem engedi meg. Mi meg nem vagyunk eléggé felkészültek, és ez önkritika is, mert hogy a politikusokról szól itt a történet, a miniszterekről szól a történet, hogy nem vagy eléggé felkészülve, vagy nincsenek eléggé felkészült embereid, vagy nem mersz visszaszólni, hogy pardon, ez nem ugyanaz a direktíva, amit én is magyarul nem ugyanaz, mint németül?
Hát akkor bocsánat, akkor lássuk, hogy akkor egy kicsit hogy van. Tehát nyilván, hogy ez egy harc, mi még nem értettük meg azt, hogy a csatlakozásig volt a konformációs időszak. És a csatlakozás után az integrált 12 év eltelt, de mi még nem tanultuk meg, hogy az a törvény, az Európai Unió az nem egy civil szervezet, nem egy jótékonysági szervezet, az Európai Unió az piaci verseny. Aki ügyes, köszönöm, hogy így ezt egy szuszra elmondtad, és tudom, hogy még sok mindent mondtál volna, és mondasz is, úgyhogy inkább kérdezzetek nyugodtan, bátran, Roli. Van egy kérdésünk, amely engedik, lehet, hogy zárójelben, de feltűnt, amikor a Volkov politikát kritizált, és általában a SOSDEM pártnak a jelenlegi politikáját. Teljesen nem rossz illattal, hanem objektíven kérdem. Készült valamilyen felmérés az RMDSZ részéről, hogy mennyire jó most már nekünk, talán 20 éve vagyunk általában a kormánypárt szomszédságában és a kormányon, hogy ezt folytassuk egy olyan kormánnyal, amit mondjuk az értelmiség teljesen elítél, és én úgy ítélem meg, legalábbis ismerőségmel beszélve, hogy nagy a veszély annak, hogy az RMDSZ lehet ki fog pottyanni a következő választásokon, emiatt, hogy már nagyon ragaszkodunk ehhez a kormányhoz, ami már nem igazán képviseli feltétlenül az érdekeinket. Tehát mennyire jó most ez nekünk? Tehát mivel azért merészkedem ezt megkérdezni, mert látom, ön is kritikus rálátással bír bizonyos politikusainak a tevékenységére. Tehát készült valamilyen felmérés, ez volna a kérdés. Reális felmérés, nem csak reklámból, hogy persze, igen, nincs semmi gond. Igen, vannak felméréseink, és akkor de viszont egy picit egy lépést hátra kell menjek, mert azért nem tudom csak a felmérésből megválaszolni ezt a kérdést, hanem egy lépést hátra kell lépjek, és a következőt mondjam el. Az RMDSZ-nek 30 év alatt a romániai vagy a román politikai körökben nincs és nem is lehet állandó szövetségese. Tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy mi mindig ezekkel kell menjünk, a sárgával, a narancssárgával, a kékkel, a mit tudja milyen színek, tehát nincs állandó szövetséges. Ha picit visszagondolunk arra az időszakra, amikor mi például a Törícsánu kormányban a liberálisokkal és a demokratákkal kormányoztunk együtt, akkor ki volt a szolgálatos magyar ellenes? A PSZ-ek. Amikor a Nesztászék kormányban, mi nem voltunk benne abban a kormányban, de támogattuk a parlamentből a Nesztászék kormányt, akkor kik voltak a szolgálatos magyar ellenesek? Nem a liberálisok véletlenül? Emlékezzünk vissza. Kivel helyeztük ki a szabadságszobrot Aladon? Azzal a Nesztászéval, aki először azt mondta, Binje, Heise Fácse. Utána megijedt, mert valaki biztos benyomta neki azt a tájékoztatót, amit a fiú csinálnak, ugye? És akkor azt mondta, hogy stop. És akkor 6 hónap múlva megint azt mondta, hogy na jól van, akkor felvállalom. És kitette, kikerült a szabadságszobor. Én tudom, hogy ez egy szimbolikus dolog, de azt hiszem, hogy a szimbolikus dolgok azok nagyon fontosak. Mert a szimbolikus dolgokkal kezdődik az anyanyelvhasználat, az iskola, a zászló, a szavalás, az identitás, a minden. Abban a percben, mikor az egyik szimbolikus dologról lemondok, nagyon könnyen lemondok a többiektől is. Na most, mi, önök, a képviselőiket a bukaresti törvényhozásban, azt a 30 embert, aki most ott dolgozik a bukaresti törvényhozásban, én gondolom, hogy nem azért küldik Bukarestbe, hogy ellenzékben legyenek. Hanem néha azért... Lehetnénk. Néha szerintem lehetnénk. Most az én véleményem, most egy olyan pillanat, amiben szerintem lehetnénk, és sok magyar barátom osz ezt a véleményt. Azért kérdeztem meg, mert amit elmondott, természetesen mindig egy olyan párt leszünk, amelyikkel pingpongoznak, és mi is ezt kihasználjuk, ez logikus, mint a politikai dolgokban. Viszont a jelenlegi helyzetben én nagyon félek, és ez volt a pontos kérdésem, hogy van felmérés, hogy mennyi az esély annak, hogy kipotyogunk a parlamentből a következő... Van felmérés, de nem fogom önnek elmondani, jó? Akkor miért van a kérdés? Akkor, hogyha tüdelme van, hogy megválaszol. Én nem tudok rövid válaszokat adni. Okay. Még kampányban sem tudok rövid válaszokat adni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy azért küld oda 30 képviselőt és senátort Bukarestbe, hogy ellenzékben legyenek, akkor nekem egy nagyon nagy problémám van, mert én mondhatom, hogy ha nem is ismerem nagyon jól, de személyesen ismerem, és kezet fogtam az összes 204 polgármesterével az RMDSZ-nek, és az a 204 polgármestere az RMDSZ-nek, az
pár százezer olyan millió, nem millió felé még nem, de azért legalább 6-700 ezer olyan erdélyi magyar embert vagy székelyföldi embert képvisel, akik azt mondják, hogy azt várják el az RMDSZ-től, hogy oldja meg a mindennapi problémákat. Hogy aszfaltozzon, hogy javítson, hogy fejleszten, hogy utat építsen, és mind a többi, amihez a kormányzati tevékenység az nagyon fontos, vagy a kormányzat közeliség nagyon fontos. Tehát azért megyek Bukarestbe, hogy a döntéshozatalban részt vegyek. Úgy tudok részt venni a döntéshozatalban, hogy a kormányban részt veszek akkor, amikor ennek a feltételei adottak, tehát amikor adott a feltétele, nem mindig, kormányba kívánkozok, amikor nem tudok a kormányban részt venni, akkor egy politikai együttműködést építek ki, mint amilyen most még van, és amilyen volt 2000 és 2004 között a PSZD vagy PSZD és az RMDSZ között, vagy, hogyha semminek nincs meg a feltétele, akkor ellenzékbe vonulok, és akkor nyilván az ellenzékből kritizálom a kormányt. Ki van most az ellenzékben? Nem úgy hívják véletlenül, hogy Láres Bogdán a Penellének a jelöltjét, a csúcsjelöltjét, aki vezeti a Penellé listáját? Ki van most az ellenzékben? Huszere? Bocsánat, kimondom, semmi, oda a kamerába mondom egyenesen. Az egy szekus banda. Uraim, az Huszere egy szekus banda. Ennyi. Tehát nincs mit itt szépíteni, tenni, venni. Ja, hogy magyarul szólítanak meg bennünket? Oké. Ja, hogy néha igazuk van, és hogy az ő felvetéseik jogosak? Persze, ez rendben van. De attól, olvastuk most ugye ki az új ellenzéki vezér, Dáres Bogdán kivel akar kormányt csinálni? Olvastuk a nyilatkozatot, ugye? Hogy a Penellé, az Huszere és a PMP, de biztos, hogy nem az RMDSZ-szel. Mi jut nekünk eszünkbe erről? Hogy hívják azt a kicsikét, aki megesküdött a kezével a Bibliára, hogy nem fog soha az RMDSZ-szel kormányt szervezni? Két hónap múlva kivel csináltuk a Bok kormányt? Mert úgy hívták, hogy Emil Bok, ugye? Tehát akkor, bocsánat, önnek igaza van. Önnek igaza van. Csak hogy. Ne sablonokban gondolkozzunk, és ne fogadjuk el azt, hogy mások gondolkozzanak helyettünk. És ne fogadjuk azt el, hogy valaki megvágja a falatot, és nekünk odaadja, készen előkészítve, hogy akkor tessék, ezt kell te gondolja. És ne felejtsük el, hogy a Brexit többek között azért történt meg, mert létezik egy olyan blogoszféra, egy olyan internetes szféra, ahol meg lehet az ember, tehát régen a propaganda ugye milyen óriási dolog volt, amikor ott ugye a 40-es években lehetett ilyen kicsi tévéklipet csinálni, és akkor ott hangosan masíroztak a és akkor arra lettek a hadi egyenruhák kidolgozva, vagy megtervezve, hogy néz ki, amikor 10 000 katonát lefilmezel a kamerában. Most már erre nincs szükség. Ennyi. Itt van, és vesszük mi magunkhoz a mérget. Nem kell valaki más segítsen, hanem mi vesszük. Tehát arra kérek csak mindenkit, hogy gondolkozzon a saját agyával. Most én tényleg azért nem fogom elmondani a felmérés eredményét, mert akár mit mondanék, mert ugye kimondta Churchill talán, hogy abban a felmérésben hiszek, amit én a saját big szemmel. Én láttam a másikat is. De azért nem mondom el, mert hogyha itt most azt mondom, hogy 6%-on vagyunk, akkor azt mondja mindenki, hogy hát akkor jó, akkor mit keres minket, akkor rendben van. Ha azt mondom, hogy 4%-on vagyunk, akkor megint azt mondja mindenki, ja persze, most végre úgyis itt van az ideje, hogy már egyszer kipróbáljunk 4 évet az RMDSZ nélkül. Csak figyelem, nézzük meg a szlovákiai helyzetet. Ott a magyar közösség pártja az országos parlamentből esett ki, ők benne vannak az európai parlamentben, benne vannak a regionális önkormányzatban, de 10 évvel ezelőtt kiestek az országos parlamentből, és annak ellenére, hogy Szlovákiában 10% a magyarságnak az aránya, ők kevesebben vannak, mint mi, de az ország is sokkal kisebb, 10%-os magyarsággal 10 éve, tehát már a harmadik választás, az MKP nem tud visszakerülni a parlamentbe. Amit egyszer elveszítünk, azt nagyon nehéz visszaszerezni. És azért, mert nagyvárosokon, igen, és még egyszer mondom, nem azt mondtam, hogy nincs igaz a felvetések között, csak azt mondtam, hogy azért a politikai 1+1 az egyenlő 2, azt mindig nagyon jól meg kell gondolni, hogy hogyan értelmezzük. De azt hiszem, hogy képviselő is akar egy gondolatot mondani. Egy kicsit az érintettség okán. Nehogy azt ugye bárki is, ha jobban szeretjük a PSZD-t, mint bármilyen más pártot. Ez egy ilyen, még csak kényszerházasságnak sem mondanám, mert nem vagyunk kormányon. Egy ilyen kényszer
együttlét. Nem mi választottuk azt, hogy kinek legyen 50%-a közel a parlamentben, hanem a körülöttünk élők választották meg a jelenlegi pártokat, de itt két dolgot lehet választani. Pragmatikusnak lenni, és akkor azzal beszélni, akinek a döntésére rá lehet hatni szép szóval, vagy lehet teljes mértékben ellenzékinek lenni. És azért fontos az, hogy pragmatikusnak lenni, és ráhatni ezekre a döntésekre, mert például minden évben probléma a létszámolódotti osztályok. Úgy, ahogy Winter Gyura említette, hogy a polgármesterek elvárják, a magyar polgármesterek Erdélyben, hogy a megoldani a problémáikat. Például ugyanígy az a 9 iskolai igazgató és aligazgató, ahol magyar oktatás van a megyében, elvárja, hogy megoldjuk a problémáikat akkor, amikor minden évben le akarnak vágni az osztályokból, vagy megszüntetni az osztályokból. Akkor kell valakihez fordulni, és valaki olyanhoz kell fordulni, akivel van egy partneri kapcsolat, hogy ezekről tudjunk beszélni. De akárhogyha az év elejé országköltségvetésről is beszélek, választhattuk volna azt, hogy azt mondjuk, hogy ez az egész egy nagy kupac hülyeség, és nem szavazzuk meg, és nem foglalkozunk fel, és mindent leszavazunk, vagy választhattuk azt, hogy legalább néhány dolgot, ami számunkra fontos, tudjuk betenni a költségvetésbe, mert akkor már azzal közelebb vagyunk, azzal már valamit csináltunk. Hogyha teljesen ellenszenvesen álltunk volna hozzá a költségvetéshez, akkor is megszavazzák a költségvetést, akkor is átmegy a költségvetés. De így legalább egy konstruktív párbeszéddel az olyan dolgokat is bele tudtuk tenni, ami nekünk fontos. Tehát ez a kettő közül választhatunk. Nagyon sok esetben, hogyha teljes mértékben szemben, ezért mondom, hogy ez egy kényszeres helyzet, mert nem ugye ezzel a 6,5%-kal ezt lehet csinálni, de pontosan azért nagyon fontos, hogy ott lenni, hogy részt venni a döntéshozatalban, mert aki nem ül az asztalnál, az nem szólhat ugye bele a dolgokba. És szerintem ugyanez a helyzet akkor, amikor a következő 5 év Európai Unióról is. Május 27-én nekem kötelező módon el kell repülni Brüsszelbe, mert május 28-án lesz az Európai Néppártnak az első frakcióülése, amelyeken részt vesznek a régi is, meg az új képviselők is. Az előtt a szokás az, hogy az egy országból származó képviselő, a nevet delegáció. Na most mi az Európai Néppártban hogy is állunk? Benne van a PMP, benne van a Nemzeti Liberális Párt, a PNL, és benne vagyunk mi. Most csak zárójelben mondom, hogy mi vagyunk a legrégebbi tagjai Romániából az Európai Néppártnak, mert mi a 90-es évek közepén már ott voltunk, 93 után. Egyszerre velünk került be a PNCCD, nem tudom, ha még emlékszik valaki erre a pártra, a parasztpárt, azóta ez a párt felszámolódott és eltűnt, ugye? A frakció vezetők most egyelőre nincsenek megválasztva, úgyhogy az első jelöltek, a vezető jelöltek fognak leülni. Ez azt fogja jelenteni konkrétan, hogy Rádes Bogdan, Traian Băsescu és jó magam fogunk egy asztalhoz ülni kedden reggel, 28-án, hogy akkor kezdjük meg a következő 5 év tervezését. Na most nem hiszem, hogy ez egy nagyon kellemes és könnyű helyzet, és azt sem hiszem, hogy Korbáccsal az LMDS valahova kényszeríthető. Márpedig Orbán Lajos, Ludovik Orbán ezt próbálta meg, és ezen próbálkozik 2 éve, hogy bennünket Korbáccsal kényszerítsen az együttműködésbe. Ez lehetetlen. A másik dolog, hogy Völkovnak el kell menni iskolába, szerintem igen, vagy ha tudja, hogy mit tesz, akkor cinikus. Orbán Lajosnak is nem ártana elmenni az iskolába egy kicsit, és megtanulni megint az összeadás kivonásnak a tábláját, hogy mennyi plusz mennyi egyenlő mennyi. Mert akkor, amikor, és szintén a tabloid kommunikáció, én megértem azt, hogy sajnos ez a mi hiányunk, hogy nem tudunk olyan ügyesen kommunikálni, mint ők, mert hogy nagyon sokan azok közül, akik, még egyszer mondom, lehet, hogy jogosan nekünk észrevételt tesznek, úgy tudják, hogy ha mi félreállunk a PSD mellől, akkor bukik a kormány. És ez nincs így. Ez nincs így. Vagy az önök kora, a 20 év és az önök kora között levő réteghez nem tudom, hogy mit kell tenni, ezt mérjük, ezt is állandóan kutatjuk,
van egy, a kongresszuson elfogadtunk egy vitaindító dokumentumot, volt ez a kolozsvári kongresszusunk ezelőtt másfél hónappal. A következő, és az nem egy választási dokumentum, a következő időszakban tárgyalásokat, vitákat, megbeszéléseket adom szervezni. Amikor hívtok visszajövök, bármikor tényleg beszéljük meg idejéből, és visszajövök nagyon szívesen, nagy tisztelettel, mert hogy mindig önöknek van igaza, és mindig annak van igaza, aki kifogást emel, ez teljesen világos, és soha nem a politikusnak van igaza, mert hogyha nekem igazam lenne, akkor ön nem emelne kifogást, mert akkor azt jelenti, hogy elvégeztem volna úgy a kommunikációs munkát, hogy mindenki tudja, hogy még a számtan nem változott meg a Vanietban. Egy apró hozzáfűzni való, hogyha megengedi. Tehát látom most az egész, mindent, amit mondott Feli, gyakorlatilag, mint hogy nekem mondta volna. Tisztázok egy dolgot, tehát tényleg, és az elején is mondtam, nem mint kritika. Én kérdeztem egy dolgot, hogy ha van felmérés egyszer az a kapcsolatban, megértettem, hogy nem mond véleményt, nem kritizáltam a politikát, hanem az a kérdésem, hogy tényleg most ebben a helyzetben megéri menni a PSZD-vel, vagy nem. Gyakorlatilag ő megválaszolta, hogy megéri. Tehát nem kritikusan tettem fel a kérdést. Egyszerűen abból a szempontból, hogy nincs most, nem volna esetleg jobb az RMDS-nek valóban leválni a PSZD-től ebben a pillanatban. Miután, tehát azért mondtam, hogy lehetnek pillanatok, amikor mehetnénk nélkül. Megválaszolta, hogy valószínűleg nem. Tiszteletben tartom, tehát mondom, nem én kritikáltam fel a kérdést. Tényleg én teljesen kíváncsiságból, hogy halljam egy annak a véleményt, aki tényleg benne van a politikában. És köszönöm mind a kettőjüknek a választ ebből a szempontból. Egy mondat, csak azt hiszem, ezzel be is kell fejezzük. Nem fogjuk bele, senkibe a szót. Nem lesz nagyon udvarias, de muszáj lesz majd elmennünk egy pár perce belül. Azért fogalmaztam így, mert hogy érezzük annak a veszélyét, hogy a szavazás napján, mint ahogy önök, hogyha visszagondolnak például az elnökválasztás napjára, érezzük annak a veszélyét, hogy a szavazás napján, vagy a szavazás napjának a délutánján, vagy valamikor olyan folyamatok induljanak be, amelyek a mi teljes kontrollunkon kívül helyezkednek el. Olyan szavazási kedv élénküljön fel hirtelen valamikor délután, amit mi egyáltalán nem tudunk sem megérteni, sem befolyásolni. Vagy olyan dolog történjen esetleg, mint amilyen történt a Románia-Párizsi nagykövetségén, ahol egy bizonyos szavazás alkalmával a végén kiderült, amíg összeszavolták a szavazatokat, és elosztották azzal a 9 vagy 10 órával, amennyi idő rendelkezésre állt, kiderült, hogy 6 másodpercenként valaki szavazott azon a nagykövetségen, abban az irodában, amelyről én tudom pontosan, hogy mekkora az iroda, hogy mekkora a fülke, hogy milyen az asztal, és azt is tudom pontosan, hogy lehetetlen az, hogy 6 másodpercenként legális módon, törvényes módon leadjon valaki egy szavazatot, ami azt jelenti mégiscsak, hogy pecsétet rányomok egy papírra, annak az összes körülményeit elvégzem, kiveszem a bulletint, beteszem a bulletint, veszem a szavazót, bemenjek a fülkébe, kijövök a fülkéből, pecsételek, odaadom a pecsétet, stb. És akkor ebből kifolyólag mondjuk mi azt, hogy most szükségünk van minden olyan erőre, amit mobilizálni tudunk május 26-ára, hogy ez nagyon fontos, és hogy az LMDS nincsen benne abban a körben, vagy abban a helyzetben nincs, hogy mi, nekünk nincs olyan gombunk, amit mi nyomogatni tudunk a választás napján délután 4 órakor. Ilyen gombunk nekünk nincs, ilyen gombjuk másoknak van. És ebből kifolyólag az sem, mert minden, akkor is hibáznánk, hogyha azt mondanánk, hogy ezt látjuk a felméréskor, akkor is hibáznánk, ha nem mondunk semmit. Nyilvánvaló, hogy a másikok felmérései azok annyira ellent mondanak egymásnak, hogy majd csak a választás napján fog kiderülni, és amit szoktunk mondani, hogy nem azért nem a közvéleménykutatást, hanem a választásokat lenne jó meggyerni. Köszönöm Rólinak, mert én ismerem őt már nagyon-nagyon régóta, és tehát az ő szándéka tényleg jó szándéka. De viszont kritikus szem, és az persze, a generáció, persze, akiket én tudok Nagybányán, és persze, ez a fiatal vállalkozós generáció, pont ez a jó, hogy szeretnének részt venni a közéletben, még ha nem is a konkrét politikában, ha bár tudom. Azért mondom, hogy édesapám, azt akartam mondani, igen. De a közösségi életben viszont aktívan részt vesznek, és tényleg le a kalappal, hogy egy jó rétege a fiatal vállalkozóknak, persze a
az előtti generáció mellett, a tapasztalt generáció mellett tényleg ezt tesznek, tehát cserkészettől kezdve mindenféle rendezvényekbe, úgyhogy én köszönöm nekik, és ez a jó, hogy itt vannak és kritizálnak. Csodálkozom, hogy Levente nem mondtál semmit, vagy sajti, de tényleg nem akarjuk belefolytani senkibe a szót, kérlek kérdezzetek, és hogyha... Aki esetleg tényleg csatlakozni szeretne hozzánk, mi kettőre visszamegyünk a Filia rendezvényközpontba, ott is lesz egy, folytatunk egy harmadik találkozót, most már 4-5 óra alatt, úgyhogy tényleg szívesen várunk oda, de kérdezzetek most is, tehát azért tényleg nem folytjuk bele senkiben a szót. Levente, ennyire elégedett vagy? Jó. Viszont én akkor, hogyha úgy van, én most már nincs, az nagyon kevés, vagy 2 vagy 3 példáim van ebből a kiadványból, de akkor gondolom, hogy a házigazdát akkor készítettem beszámolót, mert nyilván az LMDS-ben azért az első lépés akkor, amikor esetleg újrázni akar valaki, először számolj be arról, hogy mit csináltál, és aztán nyújtj be a pályázatot az újhoz. Nincs már sok példány ebből, egy időben osztogattam így mindenkinek, most már igen-igen elfogyott, de én nagy tiszteletre át szeretnék adni egy példányt szimbolikusan az elmúlt 5 évnek a munkájáról szóló beszámoló. Máma lesz akkor képes is, hogy pontosan. Egy kérdésem azért lenne. Európai Parlament választás is, ami mozzajlik, mert tévét nézed, rádiót, egy csomó mindent hallasz. Most úgy néz ki, hogy egy harmadik szövetség is talán létrejön. Erről mi a véleménye a harmadik szövetségről? Hát volt a néppárt család, volt a függet, a liberális és szocialista, és most van egy nemzeti, állami szövetség kialakulóban véleményéről lenne. Európa, mondjad, mennyit tetszett? Beléd sem folytom a szót, úgyhogy mondjam. Európa fajúdik, és egy új világ van a születő félben, én szerintem. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a mostani korszak, ez egy olyan korszak, hogy 68-ban a diák lázadásokkal kezdődött Párizsban, az 1968-as lázadásokkal, utána a prágai bársony, forradalom, stb. És amely most szintén Párizsban végződik be ezzel a sárga mellényes lázadással, ami szintén egy lázadás. Nem tudom, hogyha ez pontosan igaz, de egy dolog biztos, hogy létezik egyfajta olyan folyamat, ami az európai politikát, miközben az önök szülei, vagyis önök, itt hát velem is együtt majdnem 25 évig építettük a szocializmust Romániában, abban az 50 évben azért nyugat elment egy irányba. Ott ugye fejlődés volt, különféle folyamatok zajlottak le, és valahogy a politika, ezt elmondtam már ma délelőtt, de gondolom, hogy ez a legrövidebb útja, hogy elmondjam, a politika ez egy olyanná vált, mint a menet. Egy kicsit rokokós, egy kicsit fanyelv, egy kicsit, és valahogy állandóan a nyugati politikus mindig az értékekre hivatkozik, de tulajdonképpen mindig az érdekek döntenek. Az értékekre hivatkozunk, de az érdekek alapján döntünk. Ez a nyugat. És akkor jött 2004-ben a bővítés. Bejött 10 ország az Európai Unióba, utána 2007-ben mi is, Románia, Bulgária, aztán a horvátok, és nálunk viszont a politika kicsit olyan, mint a csárkás, nem? De kicsit gyorsabb, nem olyan menőetes, mint túl. És akkor mi szókimondóbbak vagyunk, és másképp látjuk a dolgokat, és akkor az a, ami nyilván, hogy minél inkább fanyelven beszélsz, minél inkább kettős beszédet használsz, minél inkább eltávolodsz az emberektől, annál nehezebb megérteni, hogy mi a helyzet, annál falcsabbnak tűnik az egész. Mi számunkra, amikor oda mentünk, és akkor azt láttuk, hogy bocsánat, ott egészen másképp történnek a dolgok,
és hogy ott az identitás már nem olyan fontos, az anyanyelv, a himnusz, a zászló, a szívemverése, a lendületem, a nem tudom, hogy ki, hogy reagál, amikor a saját országának a himnuszát hallja. Ugye általán felállnak-e, amikor a saját országok himnuszát hallják, vagy megdobban-e a szívük. Ez egy ilyen nemzeti vonás, amit egyesek egy kicsit próbáltak kigyomlálni, mert lehet, hogy az egy olyan ideológia volt, hogy akkor az majd lesz egy ilyen közös Európa, ami úgy születik meg, hogy összerakunk mindent a mozsádba, szépen apróra törjük, és abból lesz az új Európa. Nekünk pedig talán inkább az új Európa az úgy néz ki, hogy van egy mozaik, ott vannak a darabok, csinálunk egy szép mozaikot belőle, de a magyar maradjon magyarnak, a román maradjon románnak, a német maradjon németnek, sőt, ha lehet, én maradjak meg erdélyi magyarnak, ami megint kicsit más, mint úgy általában a magyar. Ez a kérdés is május 26-án el fog dőlni, ezért a kérdésért támadják a lengyeleket, a magyarokat, a Fidesz talán és Orbán Viktor elsősorban, de lassan már itt az egész Kelet-Európát. Ez a kérdés megosztó, ugyanúgy megosztó, mint amilyen a, vagy ezzel párhuzamosan a bevándorlástól szóló történet, és minden egyéb, és hogy az új Európában kinek lesz igaza, szerintem azt már nagyon nehezen lehet megmondani, mi csak azt tudjuk megmondani, hogy mi mit akarunk. Mi pedig igenis azt akarjuk, hogy az identitás az maradjon egy fontos kérdés. Én úgy vélem, hogy ebben most, hogy keresztény Európa, hogy a keresztény szellemiség, hogy aztán innen kezdődnek azok az egynapos viták, ugye, hogy a családnak a szerepe, hogy a jövő, hogy az egyenlőség mit jelent, hogy a sokszínűség, a diverzitás mit jelent. Mert ugye használjuk a szavakat, de a szavak mögött lehet, hogy mindenki valami mást ért. De ez egy nagyon izgalmas, én úgy vélem, hogy nagyon izgalmas időszakában, tehát ez lesz most talán az egyformán izgalmas, ami most már megkezdődött, mint amilyen volt 89-ben a berlini falnak a lebontása és a kommunizmus bukása. Ezt kell úgy túlélni, hogy nem túlélni, hanem úgy részt venni ebben az új európai, vagy az új Európának a születésében, hogyha lehet, akkor nekünk is szavunk legyen ott. Köszönöm. Ezért kell sokan elmenni szavazni. Hogy? Sokan el kell menni szavazni. Így van, tehát... Mindenki többször szavazik. Hogy? Többször. Ezt is meg tudjuk szervezni, és megmondom, hogy nem úgy, hogy a törvényt megszegjük, hanem úgy, hogyha önök abban segítenek valóban bennünket. Rendszerint a politikus a kampányban, én nem az első kampányomnál vagyok, nagyon sok kampányt végigcsináltam, és mindig azt mondtuk, hogy akkor fogjuk meg egymás kezét és a családunkat, és vigyük el és szavazunk. Most megmondom őszintén önöknek, és ezt itt folytatom az előbbi kérdést, hogy én nem akarok, hogy mondjam most, alarmista, hogy hívják ezt magyarul egy jó szóval. Nem félek semmitől, nem tartok semmitől, de Hunold mondta ezt, Kelemen Hunold azt mondja, ne dőljünk hátra, mert a hátunk mögött kés van. Tehát jobb félni, mint megijedni, úgy mondja a közmondás, és most én úgy hiszem, hogy abban a szituációban, abban a helyzetben vagyunk, hogy most a kérdés most nem az, hogy menjünk mindannyian kézenfogva a családdal szavazni, most a kérdés, ha én megfogalmazhatok egy kérdést, ugye? A kérdés most az lenne, hogy akkor van még 20 nap, vagy nem tudom mennyi pontosan, 18 nap a választásokig. Ha önök ezekben a napokban, akivel találkoznak, a baráti körben, a szomszédsági körben, a munkahelyen, a hitközösségben, vagy bárhol, elmondani, emberek, ez most itt egy döntő pillanat. És tényleg nem túlzás, nem a félsz beszél belőlem, se a... Én nagyon szeretném, hogy hárman legyünk megint ott az Európai Parlamentben, elérhető, vagyunk elegek, csak a kisebbséget és a bizalmatlanságot azt félek el onnan tenni, és most még egyszer egy nagy beruházás. Ezzel megoldjuk a jövő évi választásokat is, bocsánat. Mert hogy jövő évben helyi választások lesznek júniusban, parlamenti választások novemberben, ha mi most legyőzöttként kezdjük el ezt a ciklust, akkor nagyon nehéz lesz. Ha mi most egyenes háttal és nyertesen indulunk neki ennek a történetben, nekünk a Johannis választás őszire, hogy ki lesz, hogy kodruca között kell választani, mit kell tenni, első körben valószínűleg, hogy kötelességünk, vagy én úgy érzem legalábbis mostantól, hogy kötelességünk jelöltet állítani,
Tudjuk, hogy még nem igazán jött el az ideje, hogy magyar elnöke lesz ennek az országnak, de az első körben ott kell legyen a mi jelöltünk, hogy elmondja, hogy mit akarok, hogy hogyan akarom ezt megvalósítani, és hogy lássa mindenki, hogy a magyar közösség feje fölött nem lehet átnézni. Nem jött el még az az idő. Nem jött el még az az idő, hogy amikor minket azért fognak szeretni, amiért a németeket szeretik, mert már nincs belőlünk, akkor már nagyon késő lesz elveszkedni, hanem most kell, amíg van.